A mi segítségünk jön Istentől, aki Atyafiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassátok meg először a mai alkalomra rendelt felolvasási igét, ami nem máskor található megírva, mint a 23. Zsoltárban. Olvasom a 23. Zsoltárt, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísért életem minden napján. És az Úr házában lakom egész életemben. Válaszol Isten igére, valljuk meg hitünket, imáron fennállva mondjuk el az apostolokat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Válaszul hitünkre János evangéliumából a 3. rész 16. verséből szól hozzánk a feloldozás igéje. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Immáron az ige hirdetése készülve, elcsendesülve hallgassuk meg a mai napra kijelölt igét János evangéliumából, a 21. részből, a 15. verstől a 19. versig szólt Isten igéje. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltest az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet. Más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bevallom, hogy nem egyszerű dolog megszólalni. Ezt az ökumenikus imahetet szinte végig szolgáltam a kijelölt időszakban,
több gyülekezetben, saját városunkban, Gyulán, ahol a testvéregyházakkal együtt tartjuk ezeket az alkalmakat. Mindegyik felekezetnek jut két este. Ebben az évben megdöbbentő, amit választottak. Lengyelországban kimerték mondani azt, hogy formálódnunk kell. Át kell formálódnunk, át kell alakulnunk. És az ökumenikus imaheten estéről estére átalakulhatunk. Átváltozhatunk. Nem magunktól, hiszen az ember is meg tud változni és át tud változni. Kereszténység azt mondja erre a változásra, hogy a megtérés által történő változás. Hogy megyek egy úton, találkozom Jézus Krisztussal, és megtérek, és megváltozik az életem. Ezen az ökumenikus ima héten, ami tulajdonképpen 8 estéből áll, ezen az ökumenikus ima héten átváltozhatunk, és minden este valamilyen téma szerint történhet a változás, történhet az átalakulás. Ezen a mai estén maga a jó pásztor formál bennünket. Miért is kell bennünket megformálnia? Azért, mert mi emberek vagyunk. Ma, amikor elindultunk Gyuláról a családommal, viccesen hátra szóltam, és a gyerekeknek azt mondtam, hogy ma egy időutazáson megyünk végig. Úgyhogy nagyon napi gondolathoz tartozó, vagy legalábbis napi szóhasználat, vissza a gyökerekhez. Visszamenni 15 évet. Milyen volt az, amikor Simonyi falvára kerültünk, milyen volt az első nap, és milyen volt a búcsúzás pillanata. És azok, akik nagy meglepetést okoztak, és 3 héttel ezelőtt Nagyzerinden beültek a gyülekezet hallgatói sorai közzé, akkor is nehezen tudtam megszólalni, hogy jó a találkozás. Mennyire változik meg az ember? Mit jelent a 15 esztendő? Mindenki másképpen emlékszik vissza, mindenki másképpen látja a múltat, és nagyon jól tudjuk, hogy a múlt, az emlék, az mindig szebbé teszi a dolgokat. De Nagyzerinden is elmondtam, és nem ismételni akarom magamat, hanem azoknak, akik itt vannak és eljöttek, bizony higgyék el, hogy az, aki elkerül Simonyi falváról, aki elkerül erről a vidékről, az utána is évekig, talán évtizedekig is tud Simonyi falváról álmodni. Van egy rossz álmunk is, hiszen Simonyi falváról Nagykároly Szatmárnémetibe kerültünk, és érdekes, hogy a feleségem is szokott ilyen rosszat álmodni, hogy oda kellene visszaköltözni, és azt nem szeretnénk. De Simonyi falva valami olyan jellegű szeretetet rejtett el a szívünkbe és a lelkünkbe, amire jó visszagondolni. Jó találkozni azokkal, akikkel 3 évet együtt éltünk. Jó végigmenni itt az utakon, és most örömmel vagy nem örömmel, az út nem nagyon változott, az út minősége. Tehát Bélzerinden itt csak itt besuhantunk a bekötő úton, hát ez nem sokat változott, most is kerülgetni kell a kátyukat. De hát ez hozzátartozik a múlthoz. Mennyire alakultunk át lelkileg. Nagyon kedvesek azok, akikkel találkoztunk, volt ismerősök és barátok, hogy semmit nem változtunk. Igaz, hogy azt mondták, hogy magukban lehet, hogy lélekben is gyarapodott, de hogy testben biztos gyarapodott, az tényleg hozzátartozik. Ebben a gyökérkeresésben a legszebb dolog az, hogy nem csak a barátságokat keressük, hanem azt a közös pontot, ami összeköt bennünket, és ez nem más, mint maga Isten, nem más, mint maga Istennek az igéje, nem más, mint a templomok. Mert Bélzerind, Vadász, Simonyi falva ágya tulajdonképpen a szolgálati helyeimnek a
stációi voltak, ahol gyakran megfordultam. Sőt, a feleségem hittant tanított ezekben a falvakban, és akkor is ezek a kistermek voltak, és a kistermekben jószívű gyermekek, jó volt járni ezeket a falvakat, és viccesen, vagy éppen a lelkészeknek a humorával élve, hogy nagyon sokakat elkísértem fiatal lelkészként az utolsó útra, vadászt közelébe csak belép az ember, látja a temetőt, jó sokszor voltam ott a temetőbe. Belépve volt gyülekezetembe Simonyi falvára, rájöttem, hogy átformálódtam. Sokkal szebbre emlékeztem. Sokkal másabb volt, amikor én vagy mi éltünk ott. De akkor is Isten igéje semmit nem változott. Ugyan azt kell hirdetni ma is Simonyi falván, és Vadászon, és Bélzelinden, mint amit előtte hirdetni kellett. Istennek a szeretetét. Azt a szeretetet, ami átformál bennünket. Kisegyházak képviselői, adventisták, baptisták, Jehova tanúi, sorolhatnánk őket, ők nagyon büszkén fejezik ki a megtérésüket. Megtértek, és ezáltal jogosultá váltak arra, hogy belépjenek a mennyek országába. Mi pedig ezen az ima héten szembesülünk azzal a tanítással, azzal a protestáns tanítással, hogy nap mint nap meg kell térnünk, nap mint nap át kell alakulnunk, nap mint nap formálódnunk kell. Reggeltől egészen estig annyi bűnt tudunk felhalmozni, ami elválasztana bennünket a mennyek országától. És milyen bűnök? Elég, ha csak a másikra rossz szándékkal gondolok. A bűnök nagyságát, a skálán, azt mi emberek határoztuk meg. Nem tudjuk azt, hogy Isten miért, mekkora büntetést adna. Ellenben a Szentírásból azt tudjuk, hogy a legkisebb bűn is elválaszthat bennünket a mennyek országától. A legkisebb. Éppen ezért Jézus igyekszik bennünket felébreszteni. Felébreszteni ezen az ökumenikus imaheten, hogy engedd magad, hogy formáljalak. Mert mi emberek, főleg magyar emberek, mi nagyon dacosak vagyunk, nagyon kemények vagyunk. Ne formáljon bennünket senki sem, se a férje a feleséget, se a feleség a férjet, se az anyós a mennyet, se több. Mi egyenlőek, hogy mi aztán majd megmutatjuk. És nagyon jól tudjuk, hogy azok a családok, ahol a másik nem formálódik, vagy nem formálódnak, nem csiszolódnak össze, bizony állandó nézeteltérés található. És így van az egyházban is. Az egyházban, kisgyülekezetben kevesen vannak, a nagygyülekezetben többen vannak, de mindenki egy-egy egyén. És az egyén az saját maga gondolkodik, a saját maga hitvilágát hozza be, akár ide, a Bélzelindi iskolába. És az ő hitvilágába kell elhelyezni azt a Jézus Krisztust, aki mindent kér, és mindent ad. Lehet keveset kérni, és lehet sokat kapni. Lehet sokat kérni, de és keveset kapni. Mindenki ide hozza saját kincsét, és megosztja a másikkal. Csendes imádságban, hangos imádságban, énekszóval, szeretetben, süteménnyel, egyházi hozzájárulással. Mindenki elhozza azt, amilyen van. És hogyha kevesen, nagy szívvel és nagy lélekkel az Isten igének a hirdetéséért készek, hajlandók összejönni, ott a kevés is sok, és a másik helyen pedig a sok is kevés. Holnap Gyulán új vezetőség fog esküt tenni.
új felügyelő nálunk, a felügyelő az a református egyházban a gondnok szerepe, új felügyelő, új gondnok, új tisztségviselő, és a presbitériumban is három új arc fog szolgálatot vállalni. Mindenki hozza azt, amit az elmúlt 6 vagy 12 évben együtt kaptunk, amit együtt formáltunk, vagy éppen formálódtunk. És egy kicsit összeszorul a gyomrom, hogyha holnap délelőtre gondolok, és nagyon örülök, amikor Molnár Imi megkérdezte, hogy eljönnék-e, és melyik napot választanám, és úgy azt szerettük volna, hogy az egész család itt legyen, és örömmel fogadtuk el a szombati napot, mert legalábbis én egy kicsit önző módon ki tudtam kapcsolódni ide egy időre a holnap teendőitől. Mert úgy, ahogy telnek az évek, az ember egyre jobban érzi, hogy Jézus mit jelent az életében. Mit jelent az ő szeretete, az ő irgalma, az ő kegyelme. Miért jó templomba járni, és milyen jó emberekkel foglalkozni. Milyen jó lelkésznek lenni. És a holnapi beszédem már megvan írva, és a beszéd végén szerepel egy vallomástétel, hogy én a gyulai gyülekezetben 12 év alatt formálódtam a mai szintre. Hogy a kevés sok vagy a sok kevés, ebben nem tudok belemenni, de azt tudom, hogy ami holnap Gyulán el fog hangozni, és az, ami itt Bélzelinden elhangzik most, az az én életemről szól. Az én családomról szól, az én boldogságomról szól. És ezen a mai napon a jó pásztor formál bennünket, és örömmel tanítok az iskolában hittant, gyermekek, kicsi gyermekek olyan szépen tudják ezt a 23. Zsoltárt visszaadni. Olyan szépen, olyan gyermekes nyelvhasználatot, nyelvvilágot hoznak, hiszen nehéz megtanulni szóról szóra, mint egy verset, valamivel kiegészítik. És régen még rászóltam a gyerekekről, hogy nem, ott másképpen írja. Nem, a gyermek szépen értelmezi, hogy számára érthető legyen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget engem. Milyen szép dolog. És miközben terelget bennünket Jézus, közben kérdéseket tesz fel. Három kérdést, ami lehet talán bántó is egyesek számára. Péter kérdezi, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Micsoda kérdés, szeretsz engem? Mikor a szerelmesek egymástól kérdezik, még az udvarlás első stádiumában, hogy jaj, kedvesem, szeretsz engem? Sokszor megkérdezik, és alig várják, hogy válaszoljon a másik, és azt mondja, hogy igen, és mégsem örül neki. Mert nem arra vágyott, hogy azt mondja, hogy igen, hanem azt, hogy szeretnek. És te szeretsz engem? Én is szeretlek, és ez megy a végtelenségig. De ebben a történetben nem a szeretet fogalmának a felhígítása a cél, hanem Péternek a tanítása, a megtanítása. Mert Jézus tudja, hogy az a száj, aki most háromszor hitvallást tesz maga mellett, Jézus mellett, az háromszor fogja megtagadni. És Péter emlékezni fog. Amikor a kakas megszólaló emlékszik arra, hogy Jézus háromszor kérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? És hogyha az évekről beszéltünk, az eltelt évekről, mindannyian, amit ma élünk, az holnapra már történelem. Hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, hányszor kérdezte meg tőlünk Isten, hányszor kérdezte meg Jézus, hogy szeretsz-e engem? És különféle fajta módon kérdezett meg bennünket, hogy szeretjük-e? Nem konkrétan szegezte nekünk a kérdést, mint a szerelmes párok egymásnak,
hanem az élet különböző helyzetében szólalt meg, hogy szeretjük-e őt. Vasárnaponként, Isten tiszteleti alkalmak időszakában, amikor otthon ülünk és tudjuk, hogy Isten tiszteletre hív a harang, hiszen a harangot nem lehet elnémítani. A harangok szólnak, a harangok figyelmeztetnek. Amikor a másikon segíthetünk, amikor a másiknak kezet nyújthatunk, amikor egyházfenntartói járulékot fizetünk, vagy amikor eszünkbe jut az, hiszen gondoljunk arra, vagy legalábbis próbáljunk arra gondolni, hogy megkérdezzük a lelkészt, hogy a lelkész hogy van. És nem úgy, mint az angolok, hogy how are you? De már a választ nem várja meg. Nem hány barjú, de mindegy. Tehát megy tovább. Hányszor kérdezzük meg a lelkészt, hogy ő hogy van? Ő hogy éli meg a mindennapokat? Hogy éli meg a menedzser pap státuszt? Hiszen kisgyülekezetek lelkészéhezik mindig menedzserek. Mert pénz mindig annyi van, hogy a számlákat ki tudja fizetni, és utána vége van az egésznek. Sok mindent visszapergetve, vagy pörgetve a szeretetre, és vissza egy kicsit elnézést a Bélzelindiektől, de visszatérve Simonyi falvára, nem olyan régen, talán két hete van, és ez a Zelindi meghívás hatására, mondtuk a gyerekeknek, hogy mikor Simonyi falvára kerültünk, rádöbbentünk arra, hogy következő napra nincs mit főznünk. És akkor Irénkéikhez mentünk, és Irénke, nincs mit enni. Ez is a szeretetnek egy jele. Ismeretlenül, vagy éppen minimális ismeretség után oda fordulni a lelkészhez. És egy olyan gyülekezetben szolgálni, ahol bizony többen voltak reformátusok, mint evangélikusok, és mégis evangélikus lelkész volt. Amikor azért imádkoztam vasárnaponként, hogy legyenek minél többen. És emlékszem egy hideg őszi reggelre, zúzmarás volt minden, és a vaskályhában zubogott a tűz, és akkor voltunk a legtöbben a templomban. Már nem lehetett kimenni a földekre, hiszen megtanultam én is, hogy kinek melyik kombánya halad el éppen, ez 3 év elegendő, kinek melyik traktorja lehetett tudni, és az ember, mint lelkész, rádöbbent arra, hogy nagyon szép a templomba járás, mert jönni kell a templomba, de amikor másnapra esőt mondanak, és vetni kell, akkor vetni kell. És sok mindent megtanultunk a szeretetről, az egész családommal együtt, és hogy ez a szeretet, az emberi szeretet sem szűnik meg. És ez a mai alkalom is arról szól, hogy ez a szeretet, ez mondjuk örökké él. Hát az a szeretet, amit Jézus kérdez Pétertől, szeretsz-e engem? Egy szerzetesi fogadalom, vagy valamilyen szerzetesi kérdés, most pontosan nem tudom az eredetét megjegyezni, de az íróasztal fölé ki volt írva, hogy mit tettél ma Jézusért? És ebben már különféle fajta verziói vannak, vagy mit szólna ehhez Jézus? Tehát, hogyha a konyhából tennénk egy táblát, hogy mit szól ehhez Jézus, és azt szerint élnénk a mindennapjainkat, hú, sok mindenre, hogy megállna a kezünk, vagy éppen a telefonálásunk, vagy éppen a gondolataink, hogy Jézus ehhez másképpen szólna. Jézus ettől mást várna. Tőlem azt szeretné, hogy hűséges legyek hozzá. És persze, hogy Jóna fia Simon Péter elkeseredve és elszomorodva mondta harmadszor, és te tudod, hogy szeretlek. És mi is bizonygatjuk. Mi is bizonygatjuk az Istennek, hogy szeretjük őt. És ő nekünk a legfontosabb.
És ő tudja, hogy fontosak vagyunk a számára. Akkor, amikor hitvallást teszünk Jézus mellett, akkor, amikor az életünket rábízzuk Jézusra, bizony nagyon sok kérdés is felmerül, és néha szégyeljük ezeket a kérdéseket. Hogyha Isten létezik, akkor miért engedi ezt, vagy éppen miért engedi azt, miért van éhínség, miért van árvíz, miért van szegénység, miért? És ezeket a kérdéseket mindig fel kell tenni. Lehet, hogyha Istennek az arcát megnéznénk, a kérdéseinket lemérve, vagy éppen a kérdéseinkre reagálva, biztos ő is ugyanolyan arcot vágna, mint Simon Péter. Hogy már megint ezt kérdi, kérjen valami normálisat. Ezen az ökumenikus imahéten normálisat tudunk kérni. Az, hogy formáljon át bennünket. És úgy, mint a pásztor, úgy formáljon át bennünket. És akkor, amikor a pásztor kép kerül előtérbe, akkor nem az alföldi pásztor világra kell gondolni, hanem a palesztin pásztor világára. Mert nagyon érdekes, addig, ameddig itt az alföldön a pásztor hátulról terelgeti a nyájat, hogy haladjon előre, a palesztinoknál a pásztor elől megy. És a nyáj követi őt. Sőt, ezt egy idős lelkész, aki Palesztinában járt, ő saját maga szemével látta, hogy a pásztor hangja ki tudja a nyájból szedni a különféle fajta juhokat. Valamilyen hanglejtéssel, és tudja, hogy melyik juhnak kell kiállni. Ezért mondja Jézus, hogy az enyéim ismerik az én hangomat. És kövessük őt. Tehát a jó pásztort követni kell. A jó pásztor nem egy furkós bottal terel hátulról, hogy na húzzál már bele, hanem figyel a hangjára, a pásztor hangjára, aki jelt ad, elindul előre, és a nyáj megy utána. Hogy a kutyák segítenek, vagy nem segítenek, az egy másik kérdés. De a pásztor megy elől. És ezen az ökumenikus imahéten a pásztor megy elől, mi pedig követhetjük őt, és 8 estén keresztül nem számít a vallás, hogy ki hova tartozik. Mert egy a fontos, a jó pásztor, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Őt kell követni. És az ő kérésének engedelmeskedve kell formálódni, kell átalakulni. És nincs is annál szebb dolog, mint amikor az ember saját magán veszi észre, hogy átalakultam. Fontos lett számomra az, ami azelőtt kevésbé. És az egyház világában kell lenni a szebb dolog, mint amikor valaki azt mondja a lelkészének, vagy a másik gyülekezeti tagnak, hogy jó itt lennem. Egy család került néhány évvel ezelőtt, talán 2-3 évvel ezelőtt a gyülekezetünk között, 2 kislányuk van, az egyik 3-os, és azt mondta a jótékonysági bál előtt a másik anyukának a kérdése, hogy jön-e a bálba, hogy ne mennék, én annyit kaptam ettől a gyülekezettől. És azelőtt nem jártak templomba. Ők is olyan evangélikusok voltak, akik emlékeztek arra, hogy létezik ilyen vallás. De nem jártak a templomba. És megjelennek vallásóráról vallásórára. Akkor is ott vannak vallásórán pénteken, a gyülekezetben, hetente 2-szer tanítom az iskolába őket vallásórán. És ott vannak, és jönnek, és nincs olyan kérdés, amit ne tudnék nekik tenni. Sőt, egy vasárnap megjelennek egy feszítővassal, meg egy olajzó spréjjel. Mi a csodát akar a kislány tisztelt előtt néhány perce? Hát azt mondja, amikor a kislány pisírt és ki kellett vinni Isten tisztelt alatt, nyikorgott az ajtó, és akkor felemelte a feszítővassal, beolajzó spréjezte, és rendben volt. Más is hallotta, hogy nyikorog az ajtó. Tehát ez
És mondtam neki, nem biztos, hogy jó, hogy megolajoztad, de akkor honnan tudom, hogy valaki be akar jönni. Azt mondja, erre ő sem gondolt, de ténylegesen zavarta, hogy ilyesmi történik. És a lelkész számára, amikor ilyen kicsi dolgok történnek, és örülni tud neki, hát akkor mennyire tud örülni nagy dolgoknak, és ez nem mindig a pénz. A pénz az nagyon fontos, tehát minden, én is azt szeretném, hogyha gyulai pénztárunk olyan lenne, hogy soha nem fogyna el a pénz, és minden évben valami nagy dolgot meg tudnánk valósítani, de nem így megy. Mert Isten azt akarja, hogy amink van, azt értékelni tudjuk. Nem tudom, hogy a lelkész kollégám hogyan éri meg a mindennapjait, de a lelkészek, amikor a teológián vannak, akkor mindig arról álmodoznak, hogy milyen jó lenne nagy gyülekezetbe kerülni. A templom mindig telve lenne gyülekezeti tagokkal, mindenki csak úgy csüngene az ajkán, és ez egy szuper dolog lenne. És akkor jön a nagy pofon, és olyan helyre kerül, ahol se templom, mint például Simonyifalván, templom sincs, gyülekezet sincs, víz sincs, ez sincs, az sincs, de mégis ott van Isten igéje, amely közösséget tud teremteni. Vagy ott van Vadászi, én emlékszem, hogy milyen volt a Vadászi templom, meg milyen volt a Vadászi parókia, és még az óromban érzem a Bélzerindi pékségnek a kenyér illatát. Sok minden megváltozhat, sok minden átalakulhat. Az a legfontosabb, hogy az átalakulás az Jézus Krisztus által történhessen. Úgyhogy engedjük át magunkat, és holnap zárul ez az ökumenikus imahét, és a lelkész társam fogja zárni ezt az ökumenikus imahetet, és nyugodtan készítsünk egy mérleget arról, hogy milyen volt ez a hét, és mennyire sikerült átadnom magamat Jézusnak, aki az ő szent lelkével itt jelen volt, és alakított rajtam egy keveset. Adja az Úristen, hogy ez a kevés ott, a mennyek országában, Isten előtt, ha nem is soknak tűnjön, de elegendőnek ahhoz, hogy a mennyek országába kerülhessünk. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyi atyánk, személyesen köszönöm, családom nevében köszönöm, hogy itt szolgálhattam a te dicsőségedre. Hogy átérezhettem mindazt, amit másfél évtizeddel ezelőtt itt hagytunk. Hogy milyen jó ismerős arcokat látni, és milyen jó az, hogy ezek az ismerős arcok nem csak a barátságot emlékeztetik, hanem azt, hogy egyek vagyunk. Egyek vagyunk hitben, egyek vagyunk Jézus Krisztus szolgálatában, egyek vagyunk az imádságban. Lengyel testvéreink, amikor hozzád fordultak segítségért, hogy mi legyen ennek a 8 estének a témája, Urunk, nem is segíthetted volna őket ennél jobban, mint hogy emlékeztes bennünket az átalakulásunkra. Hogy tudjuk azt, hogy honnan indultunk, és tudjuk azt, hogy hova kerülhetünk. Segíts meg a mindennapokban. Add, hogy büszkeségünk, keménységünk a te neved hatására, a te igéd hallgatásával megenyhüljön, és hűséges gyermekeid lehessünk itt a földön élő országodban. És add, hogy
te országodba, a mennyek országába kerülhessünk, akkor, amikor eljössz ítélni, eleveneket is holtakat. Áld meg a gyülekezeteket, áld meg az ige hirdetőket és az ige hallgatókat. Szent fiad Jézus Krisztus által, mi atyánk, aki mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.